Hát ilyen még nem volt, 108-an vettek részt a idei sakkfesztiválon. Ez mindenképpen csúcs, már-már helyszíkével küzdöttünk itt az iskola régi torna termében. A probléma abból adódott, hogy ma már ugye úgy van, hogy országos bajnokságon, aki indul, az csak felső kategóriába vehet részt, a hagyományos korosztályának megfelelőben nem. Na most a probléma az, mint az ökölvívóknál, meg már a sakkozóknál is, hogy világbajnok is már számtalan van. Országos bajnokságot is rendez most már boldog-boldogtalan, amiről természetesen nem tudunk mi, viszont a szülők esetleg találkozhattak már a gyerekükkel ott egy-egy ilyen versenyen, és akkor elkezdődött a vita azon, hogy ez most érdemi országos bajnokság volt, vagy nem érdemi. És hát végül is azzal zártam le a vitát, hogy akik az Országos Sakkszövetség és a Megyei Sakkszövetségek által szervezett felmenő rendszerű országos bajnokság döntőjében részt vettek, azok nem indulhatnak. Így aztán nyugvó pontra került ez a vita. Tény, hogy egy kicsit elhúzódott ezzel a kezdés. Mindig tanul az ember, korábban ilyenek nem igen szoktak lenni. Úgy látszik, most egy kicsit élesedett a szülők között ez. Másrészt jelenti azt is, hogy ide eljönnek, és látják azt, hogy érdemes eljönni, jelentős díjakat lehet nyerni. Más versenyeken ez általában nem divat, és hát nyilván minden szülő igyekszik a saját gyerekének a legjobb pozíciót kiharcolni. Megnézzük, hogy a jövőben mennyiben szükséges pontosítani a versenykiírást, hogy ez teljesen egyértelmű legyen. Ez a 13-nak a tanulsága. Ez is úgy látszik a 13-as számhoz kötődik. Ez egy amatőr verseny. Szeretnénk játék lehetőséget biztosítani azoknak, akik a sakk pályájukon éppen indulni félbe vannak, tehát még nem profi versenyzők, vagy felnőtt korba érve, hát nem értek magas csúcsokra, de nagyon szeretnek sportolni, és maga a játék, ez benne csodálatos, ez minden szinten élvezhető játék. És hát próbáltuk egy idézőjelben súlycsoportokat kialakítani, hogy mégis egyenrangú játékosok versenye legyen ez. Így aztán, mint elhangzott, különféle alsós, felsős kategóriák, középiskolás, felnőtt, nyugdíjas kategóriák voltak. Illetve, hát mint el is hangzott, szerettük volna azt, hogy ugyanis orroltak érte, hogy a magasabb minősítésű versenyzők a megyében, hát miért nem jöhetnek el erre a nagyszerű hangulatú versenyre, mert a többiek hírét vitték megyeszerte ennek. És így találtuk ki tavaly a Megyei Sakkszövetséggel együtt és az önkormányzat idei támogatásával is, hogy rendezzük meg akkor Komárom-Esztergom megye Rapid, tehát ilyen 15 perces partikból álló sakkbajnokságát, adjuk ezt a nevet neki, és egyben rangot is jelent, így aztán nem zárva ki senkit, hogy versenyezhessen. Hát az idei évben is eljöttek, a tavalyi győztes is itt volt, és hogy milyen kemény csata ment, nem volt dobogós az idén a tavalyi győztes, tehát keményen harcoltak ők is. Nos, ők kiemelt díjazásban is részesültek, az első helyezett egy manapság divatos és nagyon jó minőségű Saitec digitális sakkórát nyert, ami a nemzetközi versenyeken is használható. A második egy hagyományos sakkórát, a harmadik helyezett pedig egy Fritz Hetes nevű sakkprogramot, ami igen sokféle tevékenységet tesz lehetővé, lehet vele elemezni, lehet megnyitást keresni, de lehet játszani vele, sőt internet felcsatlakozással lehet a világ bármelyik pontján egy másik sakkozóval is sakkozni ennek a programnak a segítségével. Nyilván türelem meg szerencse kell hozzá, hogy éppen legyen szabad ember, hogy a böngésző megtalálja, de ha ráébred valaki, hogy melyik az az időpont, amikor mondjuk Argentínában is fönt vannak, és lehet velük játszani, akkor nekem is van ilyen sakkprogramom, és nagy élmény. De most az a másikben, hogy teljesen lutri, hogy kivel játszom, lehet, hogy egy egész kezdővel, és pár lépés alatt megverem, de most egy meglepetést mondok, még a Kasparov is játszik ezen a rendszeren, csak álnéven. Tehát nem tudja az illető, hogy ő most a Kasparovval játszott, csak az, hogy csúnyán megverték, azt fogja érezni a végén. De valóban néhány nagymester, köztük a Kasparov is, művész néven játszik, tehát ha valakinek szerencséje van, lehet, hogy éppen azt fogja ki és játszik vele. A legfőbb támogatónk az önkormányzat volt, amely biztosította a kiemelt, említett kiemelt kategóriának a díjait.
Ezen kívül támogatott bennünket a Vasértata Kft., annak a vezetője, aztán a Misztótfalusi Nyomda Ipari Kft. Bábolnáról, az Ácsi Hartmann Kft. Is a kisorsolt ajándékok egy részét biztosította, illetve volt egy adományozónk, aki kérte, hogy őt nem azért adja, hogy nagy dobra verjük a nevét, szívesen támogatta a versenyünket, de anonim kívánna maradni. Tehát névvel vagy név nélkül úgy látom, hogy a mai nehéz világban is akadnak olyan támogatók, akik mellé állnak a versenyünknek, és ilyen nívósan, színvonalasan meg tudjuk rendezni.